A második félidő közepéig, 25 percig éltek a szekszárdi remények. Annak ellenére, hogy ebben az új Sopronban is, mint a régiekben már megszokhattuk, a szűkebb világelitből érkeztek az új játékosok, Duplé és Zahui személyében elsősorban. Miközben megmaradt a Turner, Czöndakics, Salvatores fegyverneki nevekkel fémjelezhető, szintén bomberős tavalyi gelinc. A szekszárd ennek ellenére sok mozgással, gyors besegítésekkel a védekezésben, szívós csapatmunkával megfogta a címvédőt, a félidőben még a KSC vezetett 3 ponttal. Szünet után szép lassan, de biztosan a Sopron akarata érvényesült. A két amerikai mellett a magyar állampolgárságot szerzett Turner is extrákkal tért vissza a kispadról, és a párját lit ki a magasságú 208 cent is, Határ Bernadett is mattolta a szekszárdi magas embereket a palánk alatt, illetve annak közelében. Reagált a 15 pontos hátránya a szekszárd, de annyit nem javult már fel a negyedik negyedre Gyokics Zsejko csapatának teljesítménye, ami a fordításhoz ezen a magas szinten kellett volna. Magabiztosan 11 ponttal nyerte a Sopron az idei első komoly tétmeccset a szekszárd ellen. Az előző Euroliga mérkőzésünkhöz képest nagyon feljavult a védekezésünk. Tudtunk egy pár könnyű kosarat szerezni szerzett labdákból, illetve azt hiszem, hogy amikor zónavédekezésre váltottak, jól megtaláltuk az üres pontokat. A már teljesen veszni látszó meccsen Gereben Lívia mezőny munkája, pontjai kellettek bizony ahhoz, hogy a végén 11 pontnál ne legyen nagyobb a különbség a két csapat között. 14 pontjával a legeredményesebb szekszárdi játékosnak bizonyult a fiatal kosaras. Több hibát követtünk el, a Sopron agresszívabban jött ki, mint az első félidőben. Ettől egy kicsit megijedtünk, sok lett az eladott labda, amiből üres ajtóablak zicsereket kaptunk. Sajnos ez így sikerült, ebből is tanulunk, és legközelebb majd másképp fogunk a harmadik helyenek neki indulni. Legközelebb csütörtökön Európa Kupa mérkőzésen a szlovákiai Rózsahegyen a Ruzsomberok ellen lép pályára a szekszárdi női kosárlabda csapat.